Na csak bejelentkezek, megjöttek a vasfoszfátaksik. Nagyon dzsukkelul néz ki. Megnéztem a bárkódot rajta, nagyon sok mindent nem mond. Itt csak annyit, hogy felismerte, hogy 280 amperórás. És ugyanahogy írt a csajszia izébe, ott van a B betű rajta, hogy ez nem A-osztályos. És akkor végül megegyeztünk az Andreával. Mandi, teljesen mindegy, Andrea javasolta, hogy csak rendben lesz ez, nem lesz ezzel semmi gond. És ezek a vas lemezkék voltak rajta, csavarkák, és ami még pluszban volt, rugós alátét, amit nem tettem még alá, egy plusz lemez, nem tudom mire vélni, és ezek az anyák, most ők nem hajlandóak ide felmenni, elakad valami a menettel hibás, tehát ezt a kettőt most kihagytam, majd ezeket pótolom, mert ők ugye jön majd egy ide, egy meg majd oda. És akkor ezt is a ti javaslatotokra a JKBMS, ez meg AliExpress-es, ez a dolog. Ja, vannak dzsukkel kábelek hozzá, úgyhogy valószínűleg ez fogja tudni vinni a Delight. A felét azt sem tudom, hogy micsoda, de majd szépen lassan kitapasztalunk mindent. Úgyhogy nem is tudom, 7-7 volt, mire ideért Chinából, és feszkók rendben vannak. Tömeg az úgy volt, hogy talán a legelső, ő volt 5 grammal több, és a többi meg gramra megegyezett. Nem emlékszem pontosan. 5300 valamennyi grammok voltak. Úgyhogy majd jön egy kapacitásteszt, de egyelőre minden nagyon jól néz ki, ilyen csomagolásban jött. Ezt itt, szerintem postán, itt nekünk úgy összedobálnák, hogy simán összetörne a faszba. Én nem tudom, Kínából, hogy jött idáig ilyen kis hungarocelló faszba egy ilyen törékeny dolog. Nagyon érdekes, és de mondjuk hibátlan, tehát olyan szinten, hogy a dobozon nem is volt talán sérülés, itt fedeztem fel valami, ennyi sérülés volt a dobozon, körbenéztem az egészet, tehát semmi, ez nyilván az a hungarocell az fogta, és akkor építünk neki valami szép házacskát, hogy biztonságban legyen, és akkor majd jelentkezek.